Ez a Kanizsa Televízió híradója. Köszöntöm Önöket, először nézzük meg főbb híreinket röviden. Virtuális. Elkészült a digitális oktatási stratégia. Újdonság. Hamarosan a Kőrösi iskolában is lesz műfüves pálya. Utazás. Finnországba készül a Strém Kálmán ifjúsági vonós zenekar. Modern iskola. Elkészült a digitális oktatási stratégia, amely nyár végén a kormány elé kerül, és előreláthatóan szeptemberben életbe lép. A program célja a digitális írástudás és használat fejlesztése, valamint a teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítása 2020-ra. Mivel a számítógép és az internet ma már nem zárható ki a mindennapi életből, fontos, hogy a tanárok is lépést tudjanak tartani a digitális világban felnövekvő gyerekekkel, ezért a pedagógusok felkészítése mellett a stratégia kitér többek között az intézmények eszközellátására, valamint az oktatási tananyagokra is. A célok között szerepel még az informatikus szakemberképzés utánpótlásának biztosítása is. Az alapok készen. Hamarosan a Kőrösi iskolában is lesz műfüves pálya. A város sikeresen pályázott, ennek eredményeként Nagykanizsán több műfüves játékteret alakítanak ki. Ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség is támogatja. A Csokonai utcai intézményben már építik a 40x20 méteres pályát. Az új tanévben itt is hódolhatnak a sportolás örömeinek a fiatalok és az idősebbek egyaránt, hiszen ezek a pályák nem csak az iskolai testnevelést szolgálják. Folytatódik a rendőrség megelőző vagyonvédelmi programja, a házhoz megyünk. A hatóság azt kéri, ha valaki valami gyanúsat észlel, hívja a rendőrséget. A kukucska helyére be lehet építeni, ez egy kis kamera, aminek a másik felén, az ajtó belső felén egy LCD kijelző van, és ha bekapcsolom, akkor lehet látni rajta kívül a képet. A Zala-megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársa azokat a biztonsági berendezéseket mutatja be, amelyek segítségével jelentősen növelhetjük a vagyonbiztonságunkat. Az Országos Rendőrfőkapitányság Házhoz megyünk címmel 2015. szeptemberében indított programjának folytatásában december 31-ig lesz lehetősége a lakosságnak az információs pontokon érdeklődni a prevenciós lehetőségekről. Nagyon sokféle megoldás van a saját magunk biztonságának a megóvása érdekében. A nulla forintos ráfordítástól, egyszerű odafigyeléstől a sok százezer forintig történő eszközbeszerzésig elég széles skálán mozoghatunk. Mindenki csak arra kérünk, hogy csak annyit fordítson rá, amennyit ő maga elegendőnek tart, illetve mekkora értékeket tart az adott objektumban, lakásban, nyaralóban, üdülőben, faházban, kertiházban. Az érdeklődők hiteles forrásból szerezhetnek információt. Igény és lehetőség szerint a vagyonvédelmi szakemberek megtekintik az ingatlanokat, és megoldást javasolnak a vagyonvédelemre. A rendőrség több városba viszi el a programot, kitelepülve segítenek a bűnesetek megelőzésében. Folyamatos figyelemfelhívással. Nagyon sokan sétálnak, nyáron egy kicsit gondtalanabbak, lazábbak az emberek, de talán jobban rá is érnek arra, hogy egy ilyen kis rögtönzött bemutatót megtekintsenek, és esetleg eszükbe jussanak azok az intő szavak, amikor hazamennek, amiket a kollégáim elmondanak itt számukra. Bár egész évben figyelmezteti a rendőrség a lakosságot arra, hogy mindent tegyenek meg a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében, a statisztikai adatok azt igazolják, hogy sokan nem figyelnek az intőjelekre. Nagyon érdekes paradoxon, azt hiszem elfogadják a nézők, hogy meglehetősen nagy mennyiségű információt folyamatosan szolgáltatunk, és ez lehet képi információ, a sajtóban hagyományos úton megjelent információ. Azt veszük észre, hogy nagyon nehezen épül be ez a mindennapok vagyonvédelmében. Két tényezőt említek, az egyik a hiszékenység, ami a család módon, a csalásokhoz kapcsolódóan az emberek a maguk életébe engednek olyan ismeretlen személyeket, akik ezt kihasználva meglopják őket. A másik pedig a megelőző vagyonvédelem lehetőségének a kihasználatlansága. A vagyonvédelem érdekében folytatódik a kerékpárok regisztrálása is, a Bike Safe program. Keszthelyen csütörtöki napokon délelőtt 10 órától lehet a bűnmegelőzési irodában regisztrálni. Lieksa. A Helsinkitől 600 kilométerre északra fekvő kis település hamarosan a kanizsai vonószene dallamaitól lesz hangos. A Strém Kálmán ifjúsági vonószenekar tagjai ugyanis a jövő héten Finnországba utaznak, ahol testvérzenekaruk jóvoltából több koncertet is adnak. A hét intenzív gyakorlása telik a zeneiskolában. A muzsikusok már nagyon készülnek a közös táborra. 6 éve hegedülök itt a zeneiskolába. Hát még Finnországban én nem voltam,
De más táborokban igen, itt a zenekarra. A kanizsai vonósok évtizedek óta ápolnak kapcsolatot a liekszai ifjúsági vonósokkal, akiknek a kanizsai származású Pükkő Mária a vezetőjük. Ezúttal a két zenekar közös zenei tábort tart. Közösen próbálunk, minden nap van egy kis koncert, különböző helyeken, fogyatékosok otthonában, óvodában, múzeumban, szabadtéren, üzletekben, és a végén zárjuk egy nagy koncerttel, és közben rengeteg kirándulás, Finnország természet szépségének megtekintése, fürdés a tavakban, szaunázás, tehát jó kis programnak ígérkezik. A Strém Kálmán ifjúsági vonós zenekar 2004 és 2010 után harmadik alkalommal látogat el Finnországba. Lovas élet. 18 gyerek ismerkedett a lovassporttal és a lótartással a Toledo Lovas Egyesület lovardájában, Palinban. A táborban délelőttönként lovasoktatás, délutánonként szabadidős programokkal töltötték a gyerekek az időt. Itt a gyerekek a lóval való bánásmódot tanulják, meg kicsit a lótartásba kóstolhatnak bele. Természetesen minden nap lovaglás folyik, de ezen kívül a lovak tartása, tisztán tartása, a lószerszámok, tehát a ló anatómiájába is egy picit belemegyünk játékosan. Igazából minden a lóra épül, a mindennapos lovaglás mellett a lóval kapcsolatos dolgokat tanuljuk meg. A tengelic lett 2017 madara. A Magyar Madártani Egyesület szerdán lezárt szavazásán egy hónapig lehetett voksolni a tengelicre, az erdei füles bagolyra vagy a házi verébre. A fajok ismertségét, népszerűségét jelzi, hogy a tavalyihoz képest háromszor annyi, több mint 12 ezer szavazat érkezett. A nyertes tengelic az egyik legszínesebb pinyféle. Erdőszéleken, parkokban, kertekben egyaránt fészkelhet. Gyakran látni télen csapatosan a madáretetők környékén. A szavazás lezárultával a Magyar Madártani Egyesület megkezdi 2017-es kampányának előkészítését, amellyel a tengelicre és a madárvédelemre hívja fel a figyelmet. Olyan szóróanyagok, írásbanyagok is készülnek, ami ezzel kapcsolatos a következő évben, valamint a különböző oktatási intézményekben, iskolákban is bővebben foglalkoznak ezzel, akkor a sajtó nyilvánosság is jóval nagyobb erre madárra fókuszál, tehát biztos, hogy többekhez eljut így az információ. Hit, biztonság, oltalom. Július 31-én vasárnap délelőtt ismét járműáldás lesz Nagykanizsán. A kórházkápolnánál a 8 órás, a felső templomnál pedig a 10:30-es szentmisét követően lehet kérni Szent Kristófnak az úton lévők és utazók védőszentjének közbenjárását, oltalmát. Híradónk végén nézzük meg még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Virtuális. Elkészült a digitális oktatási stratégia. Újdonság. Hamarosan a Kőrösi iskolában is lesz műfüves pálya. Utazás. Finnországba készül a Strém Kálmán ifjúsági vonós zenekar. Ez volt a Kanizsa Televízió híradója. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Péntek este várjuk Önöket friss hírekkel. Viszontlátásra!